Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a Bika jegyében születetteknél, különösen ami a párkapcsolatot illeti, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a havi szerelmi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt van a Bika jegyének a szimbóluma. A Bika jegye felett Vénusz bolygó uralkodik. Márciusban Vénusz bolygó nincs olyan jó hatással a Bika jegyére, és ez jelenti azt is, hogy jobb, ha ti hölgyek visszahúzódtok, és vártok arra, amíg ő jelentkezik, amíg ő kezdeményez, amíg ő elkezd érzelmekről beszélni. A kommunikáció az nagyon jól hat ki március hónapban a Bika jegyére, de az a fontos, hogy ő kezdeményezzen. Mi fűz össze benneteket? Ez itt látható ezen a képen. Ezt a virágos kártyát a férjem készítette. És ez a virág jelenti a változásokat, a megújulásokat, azon kívül a tanulást. Az lehet, hogy márciusban tanulsz valamit, lesz iskolázás, vagy azt is jelentheti, hogy tanulsz valamit ebből a helyzetből. Itt látható ez a hölgy, természetesen utal a hölgyekre, és ez a férfi jelenti a férfiakat, vagy jelentheti a lelki társadat is. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a tyúkok természetesen utalhatnak a tyúkokra is, de ennek a képnek van egy szimbolikus jelentése, hiszen a tyúkok keresgetik a magvakat. Te is gyűjtesz valamit, például élettapasztalatot, és most tanulsz valamit ebből a helyzetből. Itt látható ez a levél, sőt a gyertya jelenti azt is, hogy ezáltal a hír által tisztázódik valami, de mint említettem, várj arra, amíg ő jelentkezik. Ez a levél, ez lehet egy szerződés is, és ez útban van hozzád. Amit a kereszt még jelenthet, erősítsd a hitedet, hogy most van egy átmeneti időszak ugyan, de lesz egy fordulat, hamarosan javul, hamarosan javul a helyzet. Amit a kereszt még jelenthet, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, hiszen ez a találkozás nem volt véletlen, a sors utatok kereszteződött. Amit a kereszt még jelenthet, azok a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez jelenti a döntéseket, vagy nálad, vagy nála, vagy mindkettőtöknél, és lesz egy változás, lesz egy új irány. És most megnézzük azt, hogy mi van nála. Most kicsit elmozdult a kamera. De azért gondolom, hogy látható jól a kép. Igen, ez jól látható. Egy pillanat, megigazítom. Nálam mindig mindennek olyan milliméter pontosnak kell lennie. Nem tudom, hogy miért van így. Tehát nálam látható itt ez a ház. Ez utalhat az ő otthonára, vagy a családra. Azt is jelentheti a ház, hogy szeretne veled együtt kiépíteni valamit.
számára is fontos az alap, a biztonság érzete. Itt lesz egy szerencsés fordulat. A szerencse beköszönt a házba. Itt a bagoly madarak jelentik az éjszakát, hogy esténként rád gondol, vagy rólad álmodik, álmodozik. Azon kívül a bagoly madár jelenti a bölcsességet is. Itt van a tudás, a tanulás. Ő úgy gondolja, hogy te egy okos, bölcs nő vagy, de ha most tényleg okosan kezeled a dolgodat, akkor légy inkább visszahúzódó és titokzatos, mert ez segít abban, hogy majd ő jelentkezik, mert hiányzol neki, mert gondol rád, és akkor lesz itt egy szerencsés fordulat. A ház azt is jelentheti, hogy meghív téged, vagy meglátogat téged, vagy a jövőt illetően vannak itt tervek, hogy veled együtt kiépít egy jövőt, ez lehet egy közös otthon is, és ez egy bölcs gondolat tulajdonképpen. És ez volt a havi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett ez a kirakás, írd le a véleményedet a kommentárba, vagy lájkold ezt a felvételt, vagy jelentkezz fel a csatornámra, írd le a véleményedet, azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon, van kettő, az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok nektek egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!